Loopback errorban gazdag estét kívánok mindenkinek, mi már ezt megtapasztaltuk. Szevasztok! Mindenkinek jó megszakítást! Halló! Halló! Krisztián eddig volt velünk. Igen, most elköszönte. Neki elég volt ez a két perc. Halló! Halló, 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 halló! Két dolgot beszéltünk meg, Krisztián. Az egyik, hogy hogy lehetne egy ilyen juttatási csomagként ösztönzőleg, hogy lehetne úgy hatni egymásra, hogy időben ne raboljuk a másét, és földobtuk, hogy mi lenne, hogyha 100 forint lenne percenként a késés egy közös kalapba, de erre Fifika rátronfolt, hogy de hát hiszen Mujó kavicsa még mindig nálad van, ugye? Hát mondom tényleg úgy, hogy ez az ötlet, ez ki van lőve. Valamit ki kell találni, vagy egy cetlire, post-itre fölírni neked, hogy mikrofon jó? Oké. Profil jó? Oké. Kamera jó, vagy nem jó? Mikrofon? Oké. És akkor nem kell így háromszor oda-vissza megjárnod várjál, hogy van? Fifika, a stúdiószobát és a kontrollszobát. Na. Így van. Kontrollszoba, bazd meg. Stúdiószoba, kontrollszoba. Ezt hazáig mondogatom. Holnap után indulok délbe, akkor ezt így hazáig mondom. Stúdiószoba, kontrollszoba. Stúdiószoba, kontrollszoba. Most nálunk az a helyzet, tényleg mi van velünk? Jaj! Látom, hogy mozdulni is alig bírsz. A kezem. Tehát nem tudom, valamit elaludtam az éjszaka. És nálunk most az van, hogy végre van egy szoba, ahol tudok podcastelni. Tehát, hogy magamra tudom csukni az ajtót, azt még nem tudom, hogy asztalon van-e, de valószínűleg lesz. És van egy guruló székem, ami körülbelül fél éve, tudod, így lefedve mindenféle lommal értett, tehát úristen. Ez most az a szoba otthon, ahonnan eddig csináltad, ahol nem volt fűtés, oda volt a mikrofon, szalagozva a szád elé. Igen, igen. Tehát fűtés most se lesz, tehát azon nem tudtunk javítani, de hogy végre felszabadul az a szoba, és akkor ott most már tudok podcastelni, berendezhetem a kis stúdiómat, de nekem az a control room is, tehát nem... De gagyi vagy. Jaj. Nem. És még ide is elhoztam csíkba magammal a kis hangszeremet. Tarararám. Mondjuk annyi... hangszer volt? Ez egy Arturia. Ez egy Arturia minilap, de ez konkrétan csak egy MIDI vezérlő. Mert hogy VST pluginekkel nyomulok. Is. Amúgy. Is. Is. Így van. Na és akkor a héten olyan gasztronómiai élményekben volt részem, gyerekek, hogyha a Charlie mondjuk nem evett, akkor most éhen fog halni élő egyenesbe. Ebbe biztos vagyok. Képzeld el, hogy ahol most megszálltam, ez a bécsi szelet vendéglő. Már a neve is jó kezdődik. Már a neve is jó. Az. Jól kezdődik. És, várjál, bocsáss meg, ez nem volt túl autentikus Krisztiántól, tudod, ez a bécsi szelet vendég, már a neve is elég, és, tudod, ő, aki húst nem eszik. Több kicsit. Bécsi szelet vendéglő van, és én rendszeresen rendelek a bécsi szelettől, mert isteni jó rántott sajtjuk, és nagy adag. Befosok, bazd meg. Bécsi szelet vendéglő. Ez, kérek szépen egy vega hamburgert. Most kérek elnézést. És itt a tulajja összehaverkodtunk, nem mellesleg megtérítettem egy cigarettára. Na, szóval így folynak az események, mert hogy van neki egy cigarettája, és mondta, hogy nem használja, mert olyan szar a folyadék, hogy ő azt nem tudja szívni, mert mindenféle utóíze van, meg nem tudom én mi.
És hoztam neki egy új patront, illetve is egyet-kettőt, és két dohányos likvid, de megtöltöttem, mondom, próbáld ki, ha tetszik, akkor tudok belőle adni, hát végül is csak így gyártjuk, vagy... Azt hittem, azt mondod, akkor van az az embered, tudod, aki két adással ezelőtt mondtad a... Misztikből bármit keverek vagy, is. Vagy mi fene. Minőségi leves. És igen. Akkor megkóstolta ő is, meg a felesége is, és azt mondták, hogy fú, hát ez eszméletlen jó. Hát ők ezt szívesen fogyasztanák. Úgyhogy szerintem következő érkezésemkor már egy dvarv boldog tulajdonosa lesz az úriember, aki egyébként meg egy ilyen világjárt szakács. És tudod, abból a fajtából, aki szereti a szakmáját, és ez mellett gondolkodik, és mindenféle ilyen ügyes dolgokba még a kezemunkáját is beleteszi. És akkor mondta, hogy ezelőtt fél évvel ő, tehát addig életében nem látott barbecue sütőt. Hát, hogy smokert? Igen, igen, aha. Igen. És valakivel elkezdtek ilyen mindenféle szedett-vedett rajzok alapján átalakítani valamit, és egy ilyen rakétaszerű akármit építettek, és akkor azon megtanult barbecue-zni, a levegő áramlást, meg nem tudom én mit, és ránézett, elkezdett rajta gondolkozni, és most van bent a román szabadalmi hivatalnál egy olyan barbecue sütője, amit egyébként itt kettőt már megépített, és azt használja, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy a füstben lévő gázokat még után égeti. Várjál, hogy van ez a kocsinál, ez a... Mi az a gáz, amit visszavezetünk? Igen, visszavezetés. EGR szelepnek hívják a kocsiba, és azt szokták lefalazni, tudod, igen. Hogy ne menjen vissza a sztori. És tehát Krisztián, most te ne hallgass, mert ez nem neked való. Nem a te műsorod, érted? Szoktam horrorfilmeket mesélni. Olyan oldalast csinálnak a barbecue sütőbe, 12 órát megy. Hát az még kevés is. És gyönyörű kérge van a húsnak, ő csinálja a fűszerkeveréket, érted, egy ilyen rozsdamentes betonkeverővel keveri a fűszereket hetente, ász, valami eszméletlen, és csirkeszárnyat, Charlie, ettél már? Ilyen barbecue csirkeszárnyat? Aha. Eszméletlen jó. Tehát én most itt topzódok várjál csak, felsál, barbecue felsál, kolbásszal töltve. Uh-huh. Meg ilyen féldisznó, marha, steak, barbecue. Tehát csinálnak, nyitottak egy büfét is itt a városba, és most már rászoktam, hogy oda járok ebédelni, mert egyébként meg egy lusta dög vagyok, és én nem reggelizem, és az ebédet is elblitzelem, és akkor a vacsora marad. Tehát ez egy szerintem borzasztó rossz szokás. De viszont, hogy ott megnyitottak, ott van barbecue csirkeszárny, és van hamburgerük, de az az igazi marhahúsos, vagy marhahús pogácsa van benne, amit én már nagyon régóta hiányolok, mert tudod, akárhova mész, érted, Istenem, mi ez, amit beleraktak, meg tudod, ilyen lefagyasztott, meg előrézé, meg nem tudom én, ezek meg reggel frissen csinálják meg a marhahús pogácsát, és akkor ott lapon sütik. Igazából azt te is tudod, hogy a marhahús pogácsa, mint olyan, a világ talán egyik legegyszerűbb dolga, mert marhahús, fagyú, só, bors. Ennyi. Kész. Tehát nem kell túlvariálni. Saját maguk csinálják a barbecue szószt, amit egyébként én szoktam a hamburgerhez is kérni, mert egy ilyen csípős, nagyon finom, csípős, paradicsomos, kicsit édes. Szóval most én abszolút gasztronómailag teljesen ezé vagyok, ki vagyok ettől az egész sztoritól.
És hát ugye az, hogy így beleláthatsz egy picit a sütőbe, nézegetheted, érted, amikor kiveszik, beteszik a dolgokat, szóval tehát egy élmény az egész. És amit én soha nem csináltam, hogy tehát most az elmúlt egy hétben annyit ittam, mint az előző 5 évben. Alkohol. Alkohol. Sör. Csapolt Skol sörjük van, ez a Tuborgnak a csapolt söre. Gyerekek, isteni. Tehát, Romániában bárki beteszi a lábát, azonnal igyon sört, mert legalább megtudja, hogy Magyarországon milyen szar a sör, komolyan. Eszméletlen. Na és veletek mi történt? Én még egy picit ráfűznék a kalandodra. Fűz rá. Ja, te mondjuk Amerikába jártál egy pár szót, tehát gondolom ott az authentic barbecue. A barbecue, igen, de ez egy hazai vonatkozás lenne egyébként, mert szembe jött velem a héten egy smoker. Smoker hordó igazából. És ha van közöd a smokerhez, akkor beszéljük át egy picit ezt, mert nekem fura volt. Tehát az ötlet, az elgondolás, a kivitelezés, az csillagos ötös. Úgy nézett ki, mint tudod, a nagy olajos hordók, amiket tök jó, hogy most így videóban tudom is mutatni, azok a nagy olajos hordók, amiket meg tudunk venni, csak hát ezek direkt erre készülnek, csak a mérete meg a fazonja olyan. És zseniál, tehát a levegőáramlást is úgy tudod szabályozni, hogy vannak lent rendes fittingek, tehát ilyen 90 fokban nyitó, záró csapok, azzal a levegőáramlást tudod szabályozni. Csak hogy nekem az egészben az a fura, hogy ami smokereket én láttam, azok azért nem ilyen 1,5 millis lemezből voltak, hiszen a smokerségnek az ismertető jegye, hogy ugye kurva lassan csinálod, tehát ez a 10x órák mondjuk, egy nagyobb húsnál. A húsnál még 20-22 óra. Tehát ez óra a 12-14 is. Óra mondjuk egy oldalasnál nem ritka, meg nagyobb marha vagy sertés húsoknál. De hogy ugye lassú füstön gyakorlatilag alacsony hőmérséklet, mondjuk a grillezéshez képest ilyen 110 fok környéke, de az fixen annyi, tehát ott annak nagyon jó kell tartani, és ugye van a Big Green-eg, vagy a Mászgerit ismeritek mindketten, tehát iszonyat smoker kertet épített föl, basszátok meg, olyan smokere van otthon, hogy egy kisebb vasútnak elmenne a kazántere, de még alakra is olyan beszarsz. És akkor van egy ilyen, meg egy Big Green-eg, meg egy barna, az is ilyen Big Green-eg-szerű valami, de hogy azoknak olyan kerámia fala van, olyan vastag szerkezet, a legkisebb Green-egje azt hiszem valami 80 vagy 100 valahány kiló, valahogy így. Tehát ott, és ott miután az egész leégett, mondjuk a fa vagy a faszén, akkor is órákig tartja még a meleget, és pont ezért a hiszterézis szépen az kiegyenlíti, hogy mit tudom is én, elkezded. Volt olyan, amit este rakott föl, hogy másnapra jó legyen. Este azért lehűl az idő. Ezeket kibalanszírozta szépen, de hát egy ilyen vékony, olajos hordó szerű fal, nem tudom, hogy mit tudna művelni ezzel. Ez volt az egyik, ami így eszembe jutott hirtelen a témáddal kapcsolatban. A másik meg egy tök külön off-topic, hogy azért mondtad itt az előbb, hogy mert videóban is, mert hogy ugye a mi kedves patronjainknak élőben megy videón keresztül most a beszélgetésünk a Google Hangouton, és az oda broadcastolva van, sehova máshova, úgyhogy nem sokan. Direkt ez egy ilyen kis nagyon szűk közösségnek lett kitalálva, de néznek bennünket, úgyhogy innen is csókoltatjuk őket, és köszönjük szépen az eddigieket és az ezután következő támogatásokat is. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne,
de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Bizony, hogy köszönjük, és akár családtagoknak is tekinthetjük most őket. Bár ugye sajnos mi őket meg nem látjuk. Látni nem látjuk, de egyébként az élő csevegésen, ha valami kérdést föltesznek így adás közben, akkor arra prompt tudunk is válaszolni nekik. És köszönjük szépen, és én is olyan vagyok most, mint egy Patreon, mert engem se láttok. Erről nem szeretnék. Nem szeretnék. Too soon, Charlie, too soon. Jaj, borzasztó. Go to 10. Igen, ez a végtelen ciklusba kerültünk. Jaj, a kamera, jaj, a mikrofon, jaj, a kaka, és a többi. Na mindegy, azt kérdezted, hogy mi történt velünk. Nekem volt egy elhalasztott JTR adásom hétfőn, borzasztó drámák voltak itt, és még mindig nem szeretném mondani nektek, majd adás után természetesen elmesélem, ha kíváncsiak vagytok rá, de éveket öregettem ez alatt a pár nap alatt, és még nincs vége, tehát borzasztó plasztikus minden, ami most körülöttem zajlik, és erről most így nem is szeretnék többet beszélni. Voltam egy kampányfotózáson, fiúk, új csillag születik, Magyarország egén. Te is csillag leszel, Charlie? Vagyok, csak eddig egy hullócsillag voltam, most pedig egy állócsillag lesz. lesz egy kampány, majd úgy is kiderül, hogy milyen kampány, meg hol, és mindenféle szakterületeket felkértek, és valamiért az a VR-os videó, tudjátok, amiben szerepeltem, ott kiderült, hogy nem testidegen számomra a kamera, és ezért most ha nem is mozgóképpel, de állóképpel próbálom én is hozzátenni a magam kevés részét a dologhoz, hát mit hozzátettem a testemet a kamera elé, a fotó fényképezőgép elé, úgyhogy azt hittem róla, nem sikerülhet jó képet lőni, de képzeljétek, sikerült, szóval én is én lepődtem meg a legjobban. Ez olyasmi, mint a tűzoltó naptár, csak ilyen hálózati infrastruktúra témában, és te leszel Mr. Szeptember. Nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a D-gáz csinál valami promót, és a csárnyát az épgáz órája. Azt kívánom neked, hogy rohadjál meg. De egyébként meg igen, Krisztián, és tudod, így a nyakamban fognak a pecskábelek lógni, a nemi jellegeket mindenféle aktív eszközökkel fogom eltakarni magamon. Igen, valószínű, ha persze. És így támaszkodsz egy ilyen rekszekvényhez két kézzel, és egy picit pucsítasz hátrafele. Jaj! Ne haragudj, de ezt elképzeltem, és ez senkinek nem lenne jó szerintem. Nem akarjátok ti ezt? Elképzelem a fotóst. Még ez az, jobban! Imád a kamera, állat! Szeret a kamera! Neves! Igen, ez volt a fő momentum egyébként, tehát én úgy mentem oda, hogy nem hiszitek-e, a tükör előtt gyakoroltam, ez a mosolyogja, és ez a látjátok a fejemet, így mosolyogja, és így elhúztam a szám sarkát. Ezt mondja a feleségem, hogy ennyi. Hát mondom, tudod, hogy nekem nem áll jól a mosoly, és akkor ott leültettek a kamera elé, első mondat, mosolyogja. Hát elröhögtem magam, és akkor már arom, hogy pak. Hát mondom, ezt ne csináljátok, még jobban röhögök, pak. Jó, mondom, hagyjátok ezt abba. Köszönjük, hazamehet. Igen, körülbelül. Úgyhogy, de nagyon, nagyon celebesre sikerült, mert hozzá több felső ruházatot, és akkor mint egy igazi fotózásra, tudod, izével érkeztem, ruhazsákkal, benne a zakó, az ilyen ing, az olyan ing, a ilyen felső, olyan felső, mert... Krisztián, nem fűzted meg egy cicás pólóért? Nem is a cicás póló, nekem a ilyen Snoop Dogg-os bunda. A kalap meg a számba egy ordinárinos pangli.
Nem, hát ha elmondom a kritériumokat a ruhának. Sötét a háttér, tehát a ruhád ne legyen fekete, ne legyen csíkos, ne legyen rajta embléma, ne legyen rajta nagy embléma, ne legyen rajta nagy logó, ne legyen rajta cég megjelölés. Egyébként minden mi, más mi marad? Fehér atléta? Na, hát és akkor innen jött a pecskábel, ugye? Szigorúan úgy, hogy ne lehessen rajta látni a lézer feliratozott szöveget. Ne, ne promózd, hogy kat hetes kábel! Ne! Csak úgy direktbe, szépen, finoman. A szöveg ne látszódjon. Na, úgyhogy hát ez volt... milyen nap van ma? Nem tudom, szerda. Szerda. Akkor tegnap volt, igen. És ma már hívott Hollywood. A többször. A héten kaptam már onnan hívást, csak ugye sajnos nem, majdnem azt mondom, sajnos nem az ATM hívott. Ha tudjátok, miről beszélek, akkor biztos fölfogjátok. Ha nem, akkor nézzetek Vágvölgyi Noémi kommenteket, vagy posztokat. Tehát nem az ATM hívott, hanem a kedves ismerősöm, hogy jönnek lassan haza, úgyhogy ha valami kell, akkor még adjam le a rendelést. De majd ezt is elmondom, hogy miért nem rendelek mindenféle kacatokat. Ja, de Fifikának az előbb már megmutattam. Neked is megmutatom, Krisztián, de csak a tokját meg a nagy vonalakban a külsejét, mert hát Kingának is majdnem ilyen, de én ilyen menő retro tokot vásároltam hozzá. Ez az abszolút old school. Látod a képet? Ó, nagyon kis patent. Igen, látom. És én ezzel a 1670-es Obival vettem meg végül is, amit azóta is nagy örömmel és megelégedéssel használok, bár ez a 4K videó azért meg tudja rendesen izzasztani a technikát, hogy ilyen szép magyar szóval fogalmazzak. Úgyhogy hát nekem körülbelül ennyi volt a hetem, remélem, hogy még közben eszembe fog jutni valami, hogyha Krisztián mondogat dolgokat, de hát most ilyen rohanós időszak van, és ideg baj, de azt senkinek nem kívánom. Úgyhogy én ennyi voltam. Pipa cica. Cica pipa. Pipa cica. Hát velem nem sok minden történt. Annyira tudtam. Fikre, milyen kis szakállas, de durva. Ugye? Ez a... Én is mondtam neki, hogy mi ez a Petőfi bajus meg ez a szakállas. Ti azt nem tudjátok, hogy én 20 évesen, tehát én szakállasként kezdtem a pályafutásom, és ilyen 27-8 voltam, amikor a mandulám kivették, és akkor borotválkoztam meg, és akkor úgy maradtam. Mm. És akkor most nosztalgiázok. Hát egyre csokisabb vagy. Nem tudom. Így egy picit visszafiatalodok. Jaj. Szóval mi történt velem? Nem sok minden történt velem. Azt mondtam, hogy megyek prezentálni cigivel. Nem. Mondtam. Nem. Na, nem emlékeztem, hogy mondtam-e vagy nem. Lesz nálunk szeptember elején egy ilyen prezikonf nevezetű dolog, ahol lehet jelentkezni, hogy különféle számunkra fontos témában 10 percben prezentációt tartsunk és előadjunk. Várjál, hát és, nálad ez így bukott. Tehát ez a 10 percben. Hát kemény lesz, igen. Gyerekek, igen. Van egy ilyen laza 36 oldalam, de ez már csak a sallangmentes rész. Szegények. Nem. Nehéz lesz 10 percben összezsúfolni, de mondjuk hát pont ez a kihívás benne. És én azt hittem, hogy ez így házon belül lesz, meg hogy ilyen kis lájtosan előadunk, de ezt nagyon-nagyon komolyan veszik nálunk, úgyhogy Balatonon lesz egy ilyen, nem emlékszem a hely nevére, valamilyen konferencia központban leszünk leszállítva. Ahogy azt mondta, hogy Kenesén. Nem tudom, hogy hol van Csárli, tényleg nem emlékszem. Mert ha Kenese, akkor az a miénk. Azért. Tényleg nem tudom. Jó. Én ott jártam Csárli a tiétekbe. Igen? Tetszett? Igen. Hihetetlen volt. Ennyi. Hol nem tudom. Na, mert hogy az a lényeg, hogy volt nekünk itt a nyár elején egy ilyen engineering napunk, ahol ilyen villám prezentációkat lehetett tartani, és én nem jelentkeztem, mert azt hittem, hogy csak szakmai témában lehet. És aztán ott élőben derült ki, hogy igazából nem bármilyen témáról lehet, úgyhogy egy kicsit sajnáltam is, hogy nem jelentkeztem, és kapva kaptam ezen a lehetőségen, hogy na majd most megmutatom mindenkinek, hogy mi ez az elektromos cigaretta.
És lényeg a lényeg, hogy ezt annyira komolyan veszik nálunk, hogy elkezdődött egy ilyen workshop és fejtágítás, hogy hogyan kell professzionálisan prezentálni. Most volt tegnap egy ilyen 100 perces előadás a három alapítóból kettő vezetésével, és így ilyen gyakorlatok, hogyan kell fölépíteni, mint kell fölépíteni, ellenpontozás, struktúra, metafora, anyámkénya, mindenféle ilyen őrület. Úgyhogy 100 perc után ott ültem, és rájöttem, hogy úristen, nekem nagyon föl kell kötnöm a gatyámat, hogyha valami minőségi prezentációt akarok készíteni. Úgyhogy most ez van, ez lesz az egyik projekt, hogy valahogyan 10 percbe egy prezentáció keretében professzionálisan foglaljak össze mindent az elektromos cigarettáról, úgyhogy ez egy érdekes buli lesz. Közben szúrhatok annyit, hogy, hogy elsősorban itt szerintem nem is téged akarnak megismerni, nem akarom a kedved elvenni, de a cimborám ugyanezt járta végig az EPAM-nál igazából, hogy pontosan ezt a tárgyalási kultúrát, ezt az előadás kultúrát akarják a kollégáknál fejleszteni, ez az egyik, szerintem. A másik pedig, hogyha igazán stíl vagy, akkor hát gondolom, hogy valami prezentációt kell tartanod, tehát nem az, hogy csak beszélsz a színpadon. Persze. Hát akkor, ha elég stílusos vagy, akkor odamész, fölpattintod a MacBookodat, és egy PPT-t elindítasz. Szeretnék élve távozni. Az milyen menő lenne? Végébe. Nem, egyébként teljesen jól látod a dolgokat, mint prezentációs cégnek, illetve prezentációs szoftverkészítő cégnek, illetve és mint kommunikációs cégnek. Abszolút elvárás, hogy mindenki fejlesz magát prezentációs technika terén, ilyesmi, úgyhogy ez adnak meg minden segítséget ezzel a workshoptól kezdve a mindenféle ilyen vigyókhoz. Szerencsére nekem nemrég még az onboarding kapcsán volt egy ilyen gyors talpaló, hogy hogyan készítsünk gyönyörűséges preziket, úgyhogy ez megint újra lett indítva, hogy aki nagy Isten elfelejtette, az is megtanulhassa, de nekem még élénken élnek bennem a dolgok, úgyhogy megpróbálok egy rettentő professzionális, nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon valamire való jóféle előadást tartani. Remélem, hogy rögzíteni is fogják, és akkor majd elkérem, és akkor majd valami csinálni. Mi lesz a... Tehát, hogy a csapásvonal a Krisztiánnak? Összeraktad már magadban? Hát a forgatókönyvet elkezdtem írni, és de mondom, ez a tegnap esti, hogy hívják, vagy tegnap késő délutáni kora esti 100 perces workshop, ez ilyen hideg zuhanykért ért, hogy én azt hittem, hogy nagyjából összeálltak a fejembe, hogy mi kéne egy ilyenhez, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy távolról sem, úgyhogy és nagyon-nagyon lesz. Mit breaking tudom, news. Mit breaking news. Na. Az élőadás varázsa, Balázs kérdezte, illetve pont ezt, amit Fifika is mondott, hogy reméli, hogy majd megtekinthető lesz valahol ez a prezentáció. Nem tudom, hogy mennyire public, unpublic, unlisted, vagy milyen státuszban lesz, de hát gondolom, ha prezire rakod föl, akkor valahogy csak megoszthatod. Majd ez érted. Nem céges content, ez abszolút az én contentem, és azzal nem lesz baj. Én mondom, én abban reménykedem, hogy nem csak a prezit tudom majd megosztani, hanem hogy lesz egy felvétel is, és akkor lehet a zseniálisan cizellálatlan prezentációs képességeimet megtekinteni. De izginek ígérkezik a dolog, és még amit mondtál, hogy jaj, elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Ja, hogy ez nem arról szól, hogy jobban megismerjük egymást, meg ilyesmi, hogy ez pont erről szól nálunk egyébként, hogy mindenki olyan témákat ad elő, amit szeretné, hogy ilyen oldaláról is megismerjék a többiek. Tehát ennek egy abszolút aspektusa ez a dolog, nem csak a skill fejlesztés. Akkor ez olyan lesz, mint általános iskolákban, mikor ki kell menni az osztály elé, és akkor bemutatni a diorámádat, mondjuk. Gyakorlatilag igen, csak hogy ez fakultatív. Uh-huh. Annyi különbséggel, míg az iskolában ezt nem annyira lehetett megúszni. Mondjátok, úgy, vagy mondjad majd nekik, hogy srácok, amikor engem nem láttok, de elvileg benn kéne dolgoznom, na akkor vagyok a bíróságon, ami tőlünk mintegy 200 méterre található. Ó, ne is mondd, ez majd téma lesz a bíróság, tiszta őrültek háza van. De majd rá. De akkor fűzzünk rá. Tehát legyél pró. Szabad az adásmenet. Jó. Ez olyan rendben. Szépen indult ez az átkötés, és tudod így, Krisztián, mit is írtam ma? Mujo ante portas, paszín megáll az ajtó előtt. A kurva életbe át kéne kötni. Nem kötöm át akkor sem. Tipikusan mond egy kibaszott jó átkötést, és akkor utána így, hát de nem tudom, azt még majd megemlítem, majd valahol, bazd meg, pedig tök jó volt. Adásmenet.
Nem jut semmi az eszembe. Majd később. Ha mondom, okay. Akkor fölborítom az adásmenetet, ha nem mondom, akkor hülye vagyok. Hát na. Mindenféleképpen. Na, mondjad. Az van, képzeljétek el, hogy lehet, hogy le fogok maradni a több mint egy éve húzódó per végéről, mert hogy pár hete mondtam, hogy kaptam egy levelet a bíróságról, és akkor így írták, hogy a 24-i ülés, vagy a tárgyalás napot, azt elhalasztják szeptember 14-ére, és akkor így konstatáltam, hogy hát jó van, akkor most így holnap csütörtökön nem lesz ilyen vigyó. És így tegnap kezdett el így kapizsgálni a fejembe, hogy valami nem stimmel ezzel a szeptember 14-ével, Ezek sikerült megtalálniuk, hogy évek óta nem voltam szabadságon úgy nyugodtan, normálisan egy ilyen húzamosabb ideig. Sikerült azt az egy hetet megtalálniuk, amikor szeptemberben Horvátországban leszek. És nem tudtál halasztást kérni, vagy már kifutottál abból az időből? Nincs idő korlátozása ennek a történetnek alapvetően, de fölhívtam az információs szolgálatát a törvényszéknek, hogy mi van ezzel, nyilvánvalóan valamilyen beadványt kell írnom, meg ilyesmi, de hogy mi ennek a menete, meg hogy mi van. És kiderült, hogy az van, hogy valószínűtlen, hogy elhalasszák az én kedvemért a dolgokat, valószínűtlen, hogy elhalasztják, de hivatkozhatok arra, hogy halasztást kérek, de ha nem halasztanak, akkor tekintsenek automatikusan kimentetnek ezért, és szeretném kérni őket, hogy a távolétemben is tartsák meg a tárgyalást, és az az esetőség, hogy valószínűleg nem fogják elhalasztani a tárgyalást, az gyakorlatilag azt jelentené, hogy abszolút a távollétemben fogják megtartani ezt az egész történetet, aminek én nagyon nem örülnék kimondottan, ha már így tényleg több mint egy éve zajlik, és Isten tudja, hanyadik körnél járunk már. De momentán per pillanat nagyon úgy néz ki, hogy lehet, hogy így a hátam mögött fognak ítéletet hozni. Kérj, figyelj, Krisztián, legyél már egy picit 21. század, és mondd azt nekik, hogy te részt akarsz venni a tárgyaláson, Skype-on bejelentkezni. Hát ez persze. Szerintem vevő ezek lenni. Ezek nem. A bíróság az nagyon komoly intézmény. Figyelj, Fifika, most ilyen, láttam magam előtt olyan, mint a Sheldon, tudod, mikor egy ilyen monitort szerelt egy robotra, bazd meg, és azt ültetik, akkor, és Fifika, vagy Mujó így begurul, bazd meg, egy ilyen kis lánctalpason, a kamerával, meg egy monitorral, és így forgatgatja az arcát, meg a fejét a bíró, meg az alperes között, és így, ez meg mi a fasz? Elnézést, hogy nem tudok itt lenni. A bitráta azért ilyen szar, mert épp a tengerparton vagyok. Életszerű. Hívják be az internetes tanút. És ilyen Mujó robot. Vagy nem is a Mujó robot, de tényleg, és így malmoznak, és ilyen, hogy hívják, kényszeredetten nézelődik jobbról balra mindenki, amíg megy a Skype-nak a kicsöngés hangja. Látta már ezt a beadványt? Nem. Kérem, hozza közelebb a kamerához. Várj. Itt van a hasam alatt egy szkenner, nyissa föl az ajtaját, legyen szíves, tegye be és nyomja meg a gombot. Tiltakozom, és így villognak a ledek. Szirén a fejeden. Még egyszer bekapcsolja a szirénáját, kivezettetem. Mondjuk a cicás polót rá tudnánk adni. Igen, azért az nagy előny lenne. De men... Elrette, a bíróság elrettentése. Tényleg elképzelte, mint Sheldon, bazd meg. Zseniális. Jaj. Hát az csúnya lenne, hogyha tényleg most egy ilyen miatt maradna le a törvényszéki héja a francba. Hát ez tiszta vicc lenne, de sansz minden esetre van, én természetesen beadom a beadványt, én meg azért is szenvedtem, még próbáltam fölhívni őket, de a mai napom az nagyjából abból állt, hogy fél óránként telefonálok a törvényszékre, megkérdezem a kedves hölgyet, hogy jó napot kívánok, szabad már a jogász kolléga? Nem, még mindig vannak nála, ha jó, akkor próbálkozom később. Nem, reggel 9:30 magassága óta ezt csináltam egészen délután 2-ig, mert hogy délután 2-kor zárnak, és hogy az utolsó 10 percben sikerült vele beszélnem. Mert ugye az még egy érdekes kérdés volt, hogy egy ilyen típusú kérvényhez is 3 példány, 2 tanú, mindenféle bóhóság kell, és igen, mindenhez ilyen bóhóság. Figyelj csak, Mujó, és a jogsegélyt, azt nem tudod ilyenkor igénybe venni? Nincs jogsegély. Nincs jogsegély, ez az információs szolgálat, és még amikor a legelején ez az egész elkezdődött, akkor azt mondták nekem a kezelő irodán, hogy hát a kérdése van, akkor menjen be a jogsegélyre. És akkor bementem, és jó napot kívánok, a jogsegélyt keresem, és akkor a jogász kolléga, ez nem jogsegély, 1000-szer elmondtam.
információs szolgálat, úgyhogy nincsen ilyen jogsegély dolog. Magad uram. Te is olyan voltál, mint a cigány, mikor a... Tehát az minden, legyünk polkorrektek. Milyen polkorrektek? Roma. Egyszeri Roma, amikor a hadseregbe volt, és akkor ott képtelen volt megjegyezni a rangokat, és mindenkit tábornok úrnak szólított. Igen, én csak fordítom. Senkinek nem lőtt alá, érted? Tehát jött az őrvezető, tábornok úr. Jó, Isten. Hallom, Mújó még mindig otthon van. Én igen. 21-0. Szóval ezek így. Hát nem tudom, jó, hogy te hogy fogsz járni, de hogy az amerikaiak figyelnek mi, tehát nem csak a kínai, mit mondtunk, hogy az oroszok hallgatnak minket, meg a kínaiak, de úgy látszik, hogy az amerikaiak is Magyarország irányába fordították a távcsöveiket. Mert hogy Amerikában is így terjed ez a jövedéki adó a likvidre című történet. Ugye az mellett, hogy jönnek a jó hírek az FDA házatájáról, és én most, ha jól tudom, de cáfoljál meg, jó, mintha Amerikában valami törvényi halasztás lenne 2020-ig a likvidekkel kapcsolatosan. Nem is a likvidekkel kapcsolatosan, a bejelentés, tehát az engedélyeztetési eljárás. Az engedélyeztetési eljárás. Volták ki annak a határidejét. Kapcsolatban így van, és viszont nagyon sok szövetségi állam elkezdett gondolkodni ugye az adóbevételek növelésén, és hát van, aki szerényebben, van, aki meg magyarosan nyúl az adókhoz. Igazából a legdurvább az, ami 98%-os adóteher volt, amin az így jól elmosolyogtam, bár nem tudom, hogy a végfelhasználójárat tekintik-e ilyenkor adóalapnak, vagy a nagykereskedelmi árat, de ha a nagykereskedelmi árat tekintik alapnak, akkor az még mindig köszönő viszonyban nincs a magyarországi nettó 700 forinttal, és van, ahol milliliterenként 0,5 cent valamilyen ilyen adót akarnak kivetni. Szóval én azt gondolom egyébként erről az egész jövedéki sztoriról, miután az Unió is csinált egy fölmérést, aminek még azért lesznek folyományai, hogy itt előbb-utóbb mindenhol meg fogják adóztatni a likvideket. Egyébként az a nevetséges, hogy az IQOS Romániában nem jövedéki köteles termék. De durva. Ugye? Én is azt mondtam, hogy... Nem, mindig elrontjátok a házszámot. Nem az a durva, hogy ott nem, hanem hogy máshol igen. Na, nekem van még ezzel kapcsolatban szintén egy, amit már nem tudom én mióta tolunk itt magunk előtt, de ez pont az, amiről beszéltünk, hogy... Legyen jövő héten, oké. Okay. Nem, okay. Ezt múlt héten írtunk be. Az előző héten volt. Igen, csak... Örök jövő hét. Ez is egy... Na oké, okay, ez pont az a cikk, amire ha rákattintok, már nem látom. De gyakorlatilag ez a lényeg, amit elkezdtünk itt beszélni, hogy az amerikai törvényhozásban rájöttek arra, hogy nem lehet azt csinálni, amit Magyarországon, hogy innentől kezdve és akkor visszamenőleges hatály, és nem tudom én mi. Ugye, aki még emlékszik a magyarországi sztorira, tehát itt akkora katyvasz alakult ki, hogy amikor a törvény szerint december
20-áig be kellett fizetni a 475 000 forintos, a mai napig nem tudom mire való díjat, akkor nem volt egyértelmű a szövegezés. És volt olyan forgalmazó, aki minden íz, minden nikotin erőssége után befizette a 475 000 forintot. Nyilván nem magyar forgalmazóról beszélünk. És aztán valamikor január végén visszakapta a pénzt, mert ugye kiderült, hogy csak nikotin. Hát végülis ők úgy értették ezt a kis kétértelmű mondatukat, hogy akkor csak nikotin erősségenként kell kifizetni a 475 000 forintot. Igaz, hogy a nullás likvidre is, amit azóta köpködünk, mint jogszabályt, mert hogy még azt be se kell regisztrálni az uniós kapun, csak a magyar hatóságok kedvéért. És tehát ez 4x475 000 forint, az 1 900 000 forint. Azt még mondjuk lehet, hogy valaki be tudta volna fizetni, de ha van 10 ízed és 4 erősséged és 40x475 000 forintot, na az azért már gatyarohasztó. Volt, aki inkább neki sem ment. És azért volt, hát mi sem mentünk neki pontosan ez miatt. Aztán tudod, jött egy ilyen kósza hír, hogy hát de ha május 20-ig elindítjuk a regisztrációt, és ez így volt kinn az OGYÉI oldalán is, akkor nem szakad meg a sztori. Hát mi el is indítottuk május 20 előtt a regisztrációt, de aztán kiderült, hogy nem, tehát ők kötik magukat, hogy a 475 000 forintot azt december 20-án be kellett volna fizetni, ahhoz, hogy május 20 után a piacon maradhass. Ezért aztán most az összes likvidünk parkol gyakorlatilag a piacon, és majd valamikor a közeljövőben újra ott lesz a trafikok polcain. De szóval én már azt fontolgatom egyébként, hogy tehát ezt a szakmai hozzá nem értést, ezt valahogy jutalmazni kéne. Még nem tudom, hogy, de valahogy jutalmazni kéne. Szívlapát, igen. Na, úgyhogy Amerikában azért így kezd szerintem egy picit formálódni a dolog. Angliáról ne is beszéljünk, tehát az abszolút jó irányba megy, és mi egyébként, ezt még kihagytam, mi történt veletek részben, most olyan vagyok, mint Mujó. Mi pedig készülünk Dortmundra, ugye minden évben ott van ez az óriási dohányipari szakkiállítás, aminek egy része elektromos cigaretta, egy másik része dohánytermék, egy harmadik része meg vízipipa. Tavaly majdnem nagyobb volt a vízipipás sztori, mint az e-cigarettás, de most még ki is állítunk, tehát lesz standunk, és már készül a kóstolóállvány, sállalásállal, úgyhogy... Mondhattad volna egy szebb mondatban, hogy a nyelved beletörjön, lesz saját standunk. Lesz saját, nem ezt mondtam? Hát a sajátot kihagytad, kevés volt az S a mondatodban. Lesz saját standunk. Moszkvics Schluss kulcs az nem megy. De lesz saját standunk, az teljesen jó megy. És ugye erre most csinálom a szóróanyagokat, a plakátokat, már a 3D-s design az megvan a standhoz, mert ezeket már mind le kellett adni. Illetve most már a kóstolóállvány is véglegesítésre került, iszonyatosan jó fog kinézni. Ez egy plexi állvány hátulról nyomva. Nagyon szép, nekem nagyon tetszik, és hát úgy, hát nem unatkozunk, na, ez a dolog lényege. Eszembe jutott valami fifika, a múltkori adásra visszafűzve az egyik kedvenc gadgetedre, és amíg én ezt felvezetem, addig te gondolkozz azon a rendszeres heti téma ötleten, hogy vezeted föl,
hogy senki ne sértődjön meg, és még a mújó lelki világát se basszuk szét. Igen. És én addig mondom egy másik témát. Az én témám az úgy kezdődne, hogy Fifikának szeretettel, mert ugye beszélgettünk múlt héten, azt hiszem, a ZX Spectrum nevezetű kompjúter szörnyről, és sikerült megtalálnom, van most akciósan az egyik külföldi weboldalon, 100 fontról 30 fontra le van értékelve Recreated Sinclair ZX Spectrum, az eredeti full size 1980-as personal computer, autentik gumibillentyűkkel, mindenféle játékkal, és a többi, és a többi. Úgyhogy menőség azért, baszki. 30 font. Hát, ugye ebben a történetben csak két szépséghiba van. Az nekem sose volt spektrumom. Tehát, amikor... De most lehet. Amikor én elkezdtem számítógépezni, én plusz 4-essel kezdtem, és én azt nem szégyellem, hogy Szegeden a Bizományi Áruházban írd és mond gyerekek 14.900 forint, amikor neked a fizetésed 4.000 forint volt. Tehát 10 havi 4.000 forint, 14.900 forint volt egy Commodore plusz 4-es, és berohantunk, hát ugye akkor már Dócon laktam, berohantunk egy sárga zsiguli, egy sárga zsigulival berohantunk a Bizományi Áruházba, zárás előtt 10 perccel odaértünk, megvettük a gépet egy datasettel. Tehát kazettás magnóval. Kazettás magnóval, igen. Ez jutott eszembe egyébként, hogy vajon a spektrumra mit kell dugni, mert mondjuk ha okosak, akkor egy USB-sztikket. Nem, te annyira old school vagy, ezt majd mondom, de folytasd a sztorit. és visszafele annyira rohantunk, hogy hát volt egy sajnálatos balesetünk, elütöttünk egy fekete kiskutyát, ezt marhára nem akartuk, és tudod, ilyen lógóra... Lógóra így hazaértünk, mert itt tudom én 5 kilométerre a házunktól történt az eset, és akkor lógóra hazaérünk, és tudod, így kicsomagolunk mindent, összedugunk mindent, eszméletlenül, hol kell bekapcsolni, baszki. És ha hiszed, ha nem, egy órát forgattuk a gépet. Hát internet akkor még a világon nem volt, hogy tudod, megnézek majd YouTube videót, érted, hogy kell üzembe helyezni. Igen, igen. Vagy unboxingot. Elővettük a izét, a használati utasítást, és képzeld el, hogy az valami ilyen koreai, vagy nem, tehát egy európai betű nem volt benne. Hát mondom, tehát a grafikáról csak rájövünk, érted? És nem jöttünk rá, és nem tudtuk. És egy óra múlva a spektrumnak, a plusz 4-nek az oldalán van egy ugyanolyan színű billenőkapcsoló, mint amilyen a burkolat. Tehát, mintha így direkt eldugták volna az egészet, bekapcsoltuk, isteni, és akkor kezdődött a harca. Ugye vettünk egy gyári kazettát hozzá, a támadásra, bázison, vagy nem tudom, ilyen helikopteres, tudod, ilyen így oldalt, látod, mint az egyiptomiak, hogy megy a helikopter az alagútrendszerbe, és akkor lehet vele lövöldözni. Na de ezt durván 4 óra múlva láttuk meg, mert fejet kellett állítani a magnón meg. Hát szóval azt a szagát, érted, az valami brutális volt. Plug and play. Igen. Olyan, Krisztián, mint a te mikrofonod, meg a kamerád. Tudod? Na. A Fifika, hogy aggódtál, hogy milyen interfészen keresztül tudsz csatlakozni. Hát ez igen, már a new kazettás magnó nincsen már, meg ilyen. Ez a new school jegyében, csak nézem a hátlapi csatlakozóit, az 5 volt DC, az mini USB, tehát egy sima akármi,
Nem tudom, az a layer nevezetű billenő kapcsoló micsoda, de van rajta per, meg on-off és státusz. És akkor itt jön a képbe, hogy mi az, hogy per, bazd meg. Mert hogy kérlek szépen, ezt össze tudod párosítani, ja, telefonnal, tablettel, Mac-kel, PC-vel, Apple TV-vel, Bluetooth 3.0, portable, tehát ez tényleg akkora, mint egy jegyzetfüzet. Hát de most gondolj bele, hogy annak idején ugye a Sinclair szinte az első volt a 8-bites piacon, tehát nem véletlen volt olyan borzasztó népszerű, mert még talán a Commodore előtt igen. Piacra dobták. És abban azért egy aránylag egyszerű mikroprocesszor működött, tehát mire a Sinclair kiment a piacról, addigra már szerintem még edzőcipőben is volt már olyan processzor, ami ebben működött. Képzeld el, hogy most mekkora helyen férhet el a cucc benne, ami működteti ezt az egészet. Tehát annak 98%-a levegő belülről. Tehát el nem tudom képzelni, hogy abban valami komoly alaplap legyen, vagy bármi. De azt tegyük hozzá, hogy ismeri az AirPlay-t, ismeri a Chromecast-ot, tehát bármire ki tudod lőni. Csak én most tehát, azt nem tudom, hogy a szoftvert hogy teszed föl rá. Product details, nem? Hát azt mondja, hogy ilyen vagy van rajta előtelepített, mit tudom én, 800 program? Hát valaminek kell, hogy legyen, mert azt mondja, hogy Free Recreated Sinclair Z Spectrum iOS Android Apps includes Chucky Egg, Sinclair Basic and Game Bundle. Tehát a Game Bundle-ben gondolom, hogy na de, amit az előbb mondtál, és most átváltok a kamerára, hogy lássam magam. Tehát, hogyha eddig ekkora volt a gép, és ekkora volt benne a hardware, akkor most ekkora a gép, és ekkora benne a hardware, és a többi részére meg belebasznak egy akármilyen kis memória modult, és onnan tölti be a játékokat. De ebben még mi a fene is van? Videó is van hozzá, Charlie. Trailer. Na, ezt tőlem most ingyen kapod az ötletet. Köszönöm szépen, és én is szeretnélek téged megajándékozni, ha már ilyen. Köszönöm. Mit kapok? Ilyen, kérlek szépen, kapsz tőlem egy weboldal címet, ahol ingyen és bérmentve doszos játékokkal a böngészőben, Charlie, a böngészőben tudsz játszani, és működik. Tehát én tesztelgettem, és olyan feledhetetlen alkotások vannak, amin annak idején csak így néztük, érted, hogy úristen, hát ez olyan, mint egy, hát ez úgy mozog, hát tudod, mert hozzá voltunk szokva a kockákhoz. Hát nézd már, Prince of Persia, nem tudom, ki emlékszik rá. Mindenki is. Szerint mindenki is. És hogy a Prince of Persia-t így néztük, hogy te jó Isten, hát ez hogy mozog? Úristen, ez olyan, mint egy igazi ember mozgása. És mindent lehet játszani. Van, még azt hiszem, hogy valamelyik ilyen Command and Conquer is fönt van, tehát böngészőből. És abból minden jó volt, de fönn van a Dűne, hogyha az meg most valakinek... nézem, hallod? ASCII Sector, Amber Star, Alone in the Dark, úristen, igen, 92. Igen. Ú, ez már nagyon új vonalas, akkor. Buck Rogers, bazd meg! Atyaúristen, itt fogok lógni. Eye of hát Beholder ez, van? Hát bazd meg, rákeresek. Van, szerintem. Krisztián, és van. Wow. És nem az, hogy egy, hanem Eye of Beholder 1-2-3. Hanem, hogy 1-2-3. Wow. Úgyhogy az irodában eljátszhatod azt, hogy éppen a, mit tudom én, a neten valamit nagyon komolyan keresel, miközben játszol. Zseniális oldal. És nézem, itt külön van szedve. Itt van oktatás, RPG,
Adventure, Anyám kínja, sima doszos rész. Indiana Jones-ok. Oh. Hát ez nagyon kemény. C2.backslash kacsacsőr. C64 Cats. Gyerekek, mi volt annak a magyar játéknak a neve? A idő... Istenem. Most jobbra megyek, most balra megyek, éjszakra, meghaltál, a kurva anyád. De mi volt az? Hát meg akarom nézni, hogy benne van-e. Várjál, időrégész. Időrégész, az a, biztos, hogy nincs benne, ne vicceljél már. Viszont azt nem tudom, tudtátok-e... Bocsánat, Ifika, nem találta. Requestit, ennyi. Küld el e-mailben a e-mail címre, és megszerzik, fölteszik, ennyi. Hát, öcsém. Szietett. Az időrégész, és az ilyen családi játék fú, volt. Fú, de az én annyira így gyűlöltem. Így ültünk hároman, négyen a gép előtt, és nyomtuk, és fú, és nagyon-nagyon. Volt az egyik kedvenc játékunk, az a Leaper volt, ami egyébként millió módon létezett, tudod, amikor vonalak vannak, és jönnek megszakítások a vonalakba, és neked úgy kell ugrálni, hogy fölérjél a tetejére. Ez egy ilyen abszolút egyszerű játék, és akkor ezt még nehezítették, hogy néha jöttek a szinteken ellenségek is. De a nagy kedvencem, az melyik játék, gyerekek, amikor ki kell keríteni egy te területet, és mindig nagyobbat, és a végén... Igen, és akkor úgy fogy, és akkor el kell érned... Wolfeed. És az is fönt van, apám, és játszottam vele, és annyira élveztem. Tehát ezek a játékok még a játék miatt voltak. Nem a látvány, meg nem a... Nem tudom én, mire hajtottak rá, hanem a játék miatt voltak óriási dolgok. Érdemes megnézni egyébként, ha már témánál vagyunk. Volt egy videó erről a magyar játékfejlesztőkről, őket mutatta be is, hogy készítették a játékot, mert ugye amikor idejött az akármelyik nagy cég, az Activision vagy bármelyik, hogy már pedig játékötletek kellenének, és akkor, hogy indult, és hogy valami iszonyat híres magyar játékok vannak, magyar játékfejlesztők vannak, akik gombokért gyártották nyugatra a jobbnál jobb játékokat, és velük volt egy ilyen dokumentumfilm erről a témáról, és ott beszéltek arról, hogy Krisztián is biztos volt már ilyenben, hogy amikor éjszaka kóderkedünk, nem megyünk haza hetekig, asztal alatt alszunk, amíg fordítjuk a programot, és utána mi van, és csúszás van. Úgyhogy hatalmas nagy flashback volt így, hogy készültek azok a játékok, amikkel akkor játszottunk, meg voltunk értük őrülve. Ez nagyon jó ez az oldal. Köszönöm szépen, szép ajándék volt. Ugye? Azt akartam még neked mondani, hogy azt valószínűleg kevesen tudják, hogy az IBM PC-re a Tetriszt magyar programozók írták át. Át. Akkor ezt akkor. Át. Igen, mert igen, hogy ez egy ruszki egyébként. Igen. De Charlie-nak még az adás előtt beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy én a tegnap pont a Tetris szagát olvastam át, és egy rettentő érdekes és nagyon tanulságos történet, és szegény valami Piatnyikovnak hívták az orosz programozót, ő gyakorlatilag egy büdös fillért nem kapott a Tetris után, amiből ilyen árkád, vagy mondjad, konzolra kiadott játékok top 10, és a világ egyik legtöbbet eladott játéka volt a Tetris. Segítek akkor, hogy ez maradjon meg a köztudatban, Alekszej Leonidovics Pazsitnov, 56, fiatalabb, mint a szüleim. Szovjetunió, Moszkva. Így van. És ez egy 85-ös játék volt, ez volt a legelső játéka. Igen, és szerintem abszolút... készüléket is csináltak belőle. Igen, ez a 250 hát, az egyben, meg ilyenek.
amit igen. piacon lehetett megvenni. Valószínűleg az ilyen fekete-fehér LCD kijelző, tehát hogy azokra a játékokra már senkinek nem fizettek semmilyen jogdíjat, de a legérdekesebb sztori az ebből a két nagy konzol, az akkori két nagy konzol gyártó, az Atari és a Nintendo párharca volt, és már akkor külön volt ott számítógép, jog, konzol, kézi konzol, nem tudom én mi, és azt hiszem egy nappal előzték be a Nintendósok az Atarit. Tehát mind a ketten meg akarták venni a Tetriszt. Az Atarinak volt már akkor egy színes LCD kijelzős kézi konzola, amit én használtam egy időben, a Lynx, és a Nintendo akkor jött ki a fekete-fehér Game Boy-jal. Nekem olyan volt? És a Game Boy azért verte meg az egyébként technikailag és mindenféle paraméterében 10-szer jobb Atarit, mert a kurva Tetriszt adták alapjátéknak a Game Boyhoz, érted? És egy 24 órát csúsztak le a szerződésre. Tegyük hozzá, mert a többit sem lenne szabad elfelejteni, hogy ugye a Tetriszt azt hárman csinálták. Nem magamtól vagyok ilyen okos, közben itt a Wikit olvasom. Dimitri Pavlovszkijjal és Vadim Gerasimovval készítették, és azt viszont én csak most tudtam meg, mire nem jó a Wikipédia, hogy ugye Szovjetunióban csinálták, és amit mondta, hogy a jogdíjakból nem részesült, azért nem részesült a jogdíjakból, mert hogy neki a munkaadója a szovjet kormány volt. Igen. Tehát, tudod, ez az olyan, mint hogyha valamit mújó csinál a munkahelyén, a munkahelyi gépén, a munkaidőben, és azt mondaná, hogy de ezt én találtam ki, ezt az új játékot. Ha-ha, kicsi fiú, az nem úgy van. És a másik érdekesség... Teljesen normális mindenhol egyébként. Igen. A másik érdekesség, hogy csinált ő egy kevésbé ismert Tetris folytatást is, a Veltriszt, ami megfejelte még a Tetriszt, amit bárki mondhatja, hogy az meg milyen kurva egyszerű játék. Aha, a Veltris az egy háromdimenziós modellben volt játszható, és fölülről láttad a táblát. De volt valamilyen, hogy hívják, blokk, nem tudom, ilyen vektoros 3D Tetris annak idején PC-re. Még uh-huh. 90 igen. Én azt kimondottan élveztem, tehát az a... Tehát hogy akkor milyen szar grafikákkal, milyen jókat lehetett játszani, én nekem nem mindig volt ez. Más, az a monokrom monitorokon, ha már egy CGA EGA volt valahol, akkor az már őrület számba ment. Hát most odaraknád egy 4K-s monitorra annak a játéknak a felbontását, az, aki nagyítóval kéne keresni a valamelyik sarokba. Az ezt hagyjál, hogyha mondjuk a full HD-s telefon kijelződnek, mondod azt, akkor is kis félkörömnyi kb. Az a felbontás. Én ezt mindig úgy fogalmazom meg, hogy a látvány, a konzerv látvány kiszorítja a fantáziádat. Tehát, hogyha valaki még emlékszik az Elite című űrhajós kereskedős játékra, ami az első talán ilyen komplexebb vektorgrafikával rendelkező játék volt, és még 8 bites gépen kezdtem el játszani C64-en, és Atarin 16 bitesen fejeztem be, az tudja, hogy ott a fantáziádnak még voltak tág határai, de minél inkább konzerv és komplexebb a látvány, annál kevesebb marad a te agyadnak, hogy kiegészítse, vagy fölépítse a világot, ahogy kell. És én ezért örülök egyébként melyik az a ilyen építős, meg mindenféle van most már belőle játék, az a nagyon egyszerű, ami a Doom motorján kezdett. A Minecraftra gondolsz? A Minecraftra gondolok, igen. És hogy a Minecraft, most olvastam egy statisztikát, minden idők legtöbbet eladott játéka lett, képzeljétek el. És hogy ez a csávó, az hallod, micsoda milliómos lett belőle. És egyébként meg, ha megnézed magát a játékot, érted? Mint a szögbazd. Hát sírva fakadt. Nekem az az igazság, hogy volt ismerősöm, aki tolta keményen, de a saját Minecraft szerver, meg az anyám kínja. És nekem ez ilyen
vödörrel vizet a Dunába effekt volt, hogy, hogy fölépít valamit, már azt értettem, hogy miért építenek ilyen mindenféle faszomságokat kockákból, amit egy másik világból átjön egy ember, és így lerombolja picsába. Hát mondom, de ennek így mi értelme van? Hát ez kurva szar. De mi volt? És, bocsánat. Most a Windows 10-zel adják egyébként fizetős, de letöltheted az áruházból, és játszhatsz vele. Igen? Előtte mondtál valamit, amire rá akartam fűzni. Nem tudom, mire gondolsz, Charlie. Az a magyar programozókról beszélgettünk. Nem, utána így az utolsó egy-két percbe. Nosztalgia rovatunkat hallottátok. Ah, ja. Na, gondolkoztál rajta, hogy vezetett fel azt az újnak szánt rovatodat, amiről beszélgettél velem? Szeretnénk egyfajta ilyen, nem is tudom, ilyen hírkibeszélős részt is beletenni a műsorba, ahol minket érdeklő híreket így kitárgyalnánk, és akár politikai, akár nem politikai tartalma van az adott hírnek, nyilván nem hovatartozást domborító módon, de hogy azért így megbeszélgetnénk, mert én azt gondolom, hogy, hogy van egy csomó olyan dolog, ami minket, vépereket, illetve gőzléreket is érint, és hát ugye ebben az országban élünk, és nap mint nap találkozunk visszás, vagy furcsa, vagy érdekes dolgokkal, és ez lehet akár technika, akár politika, akár közélet, bármilyen hír. És szerintem mindegyikünk olvas a héten egy olyan hírt, amire fölkapja a fejét, vagy amire azt gondolja, hogy érdemes beszélni. És akkor én most így azt gondoltam, hogy fölvezetésképpen se nem politika, se nem semmi, de pont kurvára nem találom azt a hírt, de be fogom rakni. Hallottátok-e azt a hírt, hogy Forma 1-es versenyző lehet bárkiből? Nem. Nem. Képzeljétek el, ha konzolon valamilyen Forma 1-es játékon, így se? Beugrott, és majd én is mondom a saját észrevételeimet erre. Tehát konzolon Forma 1-es játékot játszol, és elérsz egy szintet, akkor nevezhetsz. És olyan, a döntő, mint az utolsó csillagharcos mozi. Ez teljesen. A döntő az az utolsó Forma 1-es versennyel egy napon, vagy hát kvázi egy időben megy, és ugyanolyan ünnepléssel, és ugyanolyan nagy külsőségekkel, mint az igazi Forma 1. És ugyanazon a helyszínen. Jó, de mondjuk akkor nem lépi át az e-sport határait, csak nem lépi át, egy platformra nem emelik. Valamilyen szinten egy kicsit gondolkozzatok igen. Azon, amit mondok, mert szerintem átfogja. Az egyik az az, hogy nekünk is van ilyen kinevelt, hát nevezzük tehetségnek, bármit gondolunk is róla, mert Weber Gábor például, aki most már ugye ilyen sportautós szakkommentátor, de egyébként ő indult mindenféle Renault Clio kupán, meg az anyám tudja milyen Seat kupán, ő például e-sporttal kezdte, tehát ilyen nem az a szimulátor, amikor leülsz a számítógéped elé, hanem mikor egy valós sporthelyzetet szimulál úgy, hogy ülsz a monitor előtt kormánnyal, anyám kínjával, minden szírszarral, hogy ő annak valamilyen kiválasztós játékban ő annak a bajnoka lett, és így nyert aztán egy ilyen beülési lehetőséget egy autóba is, és aztán ott ragadt. Tehát ez valós példa. Egyébként a cím, vagy a témádra rákötve, ugye mióta a Bernie Ecclestontól, vagy Bernie Ecclestontól megvették a jogokat, az amerikai tulajdonos megvette a Forma 1-et, vagy többségi tulajdonos, azóta ő mindenféle
dolgokat, de hát gondolom Mújó viszonylag kevés Forma 1-et néz, Fifika nem tudom te mennyit, de azóta jobban... Én se sokat, de szoktam nézni. Azóta lehet észrevenni olyan dolgokat, amiket, hogyha egyszer-egyszer nézed, akkor nem veszed észre, de amikor folyamatosan nézed, és azt látod, hogy évek óta ugyanaz a szar megy, és azt látod, hogy ez ilyen megközelíthetetlen toronyban van az egész, nem adunk infót, nem adunk nyilatkozatot, meg mindent olyan óvatosan fogalmazunk, és utána átveszi az amerikai a piacot, és mikor azt látod a tévében, azt nem tudom, láttad azt a videót, hát ez zseniális volt egyébként, mikor kiesett a Räikkönen az egyik versenyen, és valahogy a kamera megtalálta a lelátón egy darab 5 éves kisgyereket, aki azért, mert ja, a Räikkönen kiesett, sírbazd meg, és zokogott, nem látott a könnyeitől. És akkor utána fogták, kurva jó érzékkel, a gyereket levitték onnan az édesanyjával, bevitték a motorhome-ba, Räikkönen már átöltözött, tudod, ő milyen heves vérmérsékletű, tehát itt pont leszarja, hogyha nem az első helyről esik ki. Na mindegy, tehát majdnem éppen elaludt, akkor már átöltözött, oda ment a gyerekhez, és csak a következő vágókép volt, hogy írja alá a sapkáját, és rakja a gyerek fejére, és annak meg fülig ér a szája. Tehát kurva jól meg tudják fogni az amerikaiak ezt a dolgot, és pont mai nap olvastam, hogy most az a mondás, hogy Bernd Mailander, aki már több mint 10 éve vezeti a safety cart, az egy picit veszélyben érezheti magát, mert pont az E vonalon azon gondolkoznak, hogy egy ilyen vagy távolról drónnal, vagy tisztán elektronikával vezérelt és pályán tartott autóval váltanák ki a safety car-nak a szerepét a versenyeken. Volt egyébként több olyan verseny, csak az utolsó 5 évre gondolok vissza, amikor ugye olyan lassan ment szegény azzal a egyébként valami nagyon gyilkos AMG Mercedes-szel, hogy hát hátulról tolják azért azok a Forma 1-es autók, és többször volt olyan, hogy az esőben majdnem lekergették az útról, tehát tényleg lehetett látni, hogy most itt határ után volt egy picivel Mailander, és az elektronika, az meg ott nem tudna hibázni. Ennyivel tudsz menni, érzi, hogy mikor csúszol, ezred másodpercek alapján alatt ott valamit reagál az elektronika, és ez ki van küszöbölve, akkor az emberi hiba lehetőség. És fölmerült ez is, hogy mindenféle nem élő szereplős autó lenne a safety car, illetve mi lenne, hogyha versenyautó széria is indulna ilyen. Hát ugye ezeket a e-károkat, vagy ezeket az elektromos autóknak is van már külön kupasorozata, úgyhogy én nem... Hogy az milyen gyilkos, én egyszer néztem. Az a baj, hogy, tehát, hogy azt úgy is tudod nézni, hogy így nincs hang a tévén, mert így tényleg igen, semmi. Igen, nincs ilyen... hang egyébként. Ennyi. És mondták is, hogy ez itt a nagy gond, hogy még itt a mostani motoroknál sem érzed azt, amit egy V10-es érában éreztél. Szóval szerintem az abszolút nem science fiction, amit mondasz, annak ismeretében is, hogy most már azt is mondják, hogy arra is megvan a reális, hát nem, akkor úgy mondom, arra is megvan az esély, hogy akármelyik e-sport hivatalosan is olyan sportág legyen, amivel például az olimpián lehetne indulni. Hát az milyen menő lenne, ezek a kockák ott bejönnek, mert egyébként ezek kibaszott nagy sztárok, ezek az e-sportolók külföldön, és iszonyat pénzeket keresnek, meg szponzorálják őket mindenféle cégek, számítógéptől játékokkal. Van valamelyik lövöldözős játék, ami a legnagyobb pénzeket csinálja ebből. Cségó, biztos a Cségó. És óriási online közvetítések, meg fizetnek, hogy nézhessék online a játékmeneteket, meg utána elemzik, meg hát szóval, na, ez egy érdekes világ. Erre a sztorira annyi ráfűzni való van, hogy így lerántanálak benneteket a kisfalun valóságába. De lehet, hogy ezt már meséltem, ezt a sztorit, hogy bement a srác a ilyen mezőgazdasági vállalkozáshoz, és akkor mondta, hogy ő jött, szeretne traktoros lenni. Ezt meséltem? Nem rémlik.
És akkor, de hát mondták neki, hogy oké, de hát az meg tegnap kaptál jogosítványt a nehéz gépre, tehát azért idén meg tapasztalt munkaerőt keresünk. A srác megmondta, hogy rendben van, de én már 4 éve szimulátoron vezetek. Ennyi, bazd meg. És tudod, mi volt a megdöbbentő, hogy így elröhögték a sztorit, és akkor mondták, hogy jó van, menjünk ki, húzzá egy nyitó barázdát. Itt a traktor meg az eke szántanak pont, nem tudom én hol. És akkor beállt a srác, nyitott egy nyitó barázdát, azt mondták, hogy jó, hónap gyere dolgozni, mert olyat nyitott, azt mondja a gyerek, mintha lézerre húzták volna meg a izét. Tehát, hogy meg lehet tanulni gyakorlatilag egy jó szimulátoron, a technikai részét mindennek meg lehet. Ehhez annyit fűznék tanulni hozzá, Fifika, hogy az én számítógépem... Terroristák is eltalálták a tornyot, bazd. Nem. Azok is szimulátoron. Az én számítógépemen is fönn van a farm szimulátor, és pillanatok alatt föl tudok neked bármilyen ekét vagy talajmozgatót venni, bármekkora táblát meg tudok neked művelni. Először nem értettem, tehát ilyen dolgok, hogy valami ott van a mező szélén, valami tömb, és azzal nem foglalkoztam, csak fölakasztottam az ekét, és így elindulnék. Na, de nem tudod kormányozni. Miért nem tudod kormányozni? Mert az elején nem raktad azt a súlyt rá, bazd meg, ami lenyomja ugye az orrát, hogy ne far nehéz legyen a vontatmány miatt. Mire erre rájöttem, bazd meg? Na, de utána olyan pillanatok alatt... És amit olvassatok Totálkárt, ott mondták, hogy a GPS az kutya füle ezekhez képest, tehát ott ilyen 3-5 centis pontossággal dolgoznak ezek a gépek, mert valami saját GPS-ük van, bazd meg, amit egyszer, mit tudom is én, kifeszítik azokat a marker pontokat, meg mindenféle vezető vonalakat a búzatábla környékére, és ahhoz frissíti folyamatosan magát a gép. Tehát mondta csávó, hogy igazából a kanyarba sem nagyon kéne kikapcsolni, csak úgy nagyon unatkozna. Tehát így valamit csináljon már. Ha egyszer kurva jó felszántotta, akkor következő évben benne van a memóriája, vagy ebbe a táblába ide kell beállni, itt kell kezdeni, és ugyanúgy felszántja, mint tavaly. És meg tudták jelölni ott ezeket a nagy villanytávvezetékeket, azokat kikerüli, itt fölemeli, ott lerakja. Az megmondom, űrtechnika. Nagyon komoly. Ilyenkor úgy bennem van, hogy ó, de ráülnék egy ilyenre, azt akkor csapatni a mezőn. Menő lenne. De múljó nagyon csöndbe van. Akkora lett a távos, tehát akkora lett a szakadék, tehát én 89-ben rendszerváltáskor jöttem el a TS-ből. Akkor nálunk egy Fiat traktor volt a csúcsok csúcsa, meg egy John Deere vetőgép, ami stroboszkóppal figyelt a kirepülő magokat. És nálunk most ilyen nagy divat lett egy ilyen 10 évre visszamenőleg, hogy van ilyen szántóverseny. Tehát így most is lesz szerintem augusztus végén szántóverseny. És olyan a traktorokkal jönnek, Charlie, hogy csak forgatod a fejed, érted? Igen, hogyha tudnák a pesti csajok, hogy mennyibe kerül, akkor nem a BMW-s... Akkor nem a BMW-s... Majmoknál állnának ott a kocsi mellett mozgolni. 16 ponton mozgó ülés, meg 3 hidraulikus állíthatósága van az ülésnek, meg robotkormány, meg repülőkormány, meg... nem is tudom, a John Deere kombányba láttam olyat, hogy van egy tűzgomba kombány, tehát van egy botkormányod a kormány mellett. És hogyha valamit bekap a kombány, akkor a joystick végén lévő tűzgombot megnyomod, mint a pilóták, fölkapja a vágóasztalt, és visszafelé kezdi elpörgetni. Tehát, hogy várjál. Pont a héten volt a Totálkáron egy ilyen cikk, ott valamilyen silózógép, tudod, ami így a takarmányt így összedarálja meg. Hú, ez nagyon podcast téma nekünk most. Ez nagyon összejött. Az, ami így összevagdossa. Digitális azt, parasztok. Igen. Ami így összevágja a mezőn, ami van, és azt beleköpi a mellette levő utánfutóba. És ott is mondta a csávó, hogy na, ha van ilyen, hogy. Ott nem ez van, hogy te így fül alapján hallod, hanem bazd meg elektronika figyeli, hogy tudod, drót, vagy fém, vagy bomba, vagy tököm tudja mi, hogy bekerült-e olyan a gépezetbe, mert hogyha ő ezt
érzékeli magától, hopp, leáll. És ennyi. Ott nem játszik már így, hogy visszafele forog meg az anyám kínja, mert mindjárt mondok erre is valamit. És mondja a csávó, hogy van ott olyan is benne, hogy érzékeli a gép, hogyha csökken a hatásfoka, és neked nem ez, hogy leállsz, akkor kihívod a Pistát, hogy gyere már ki a zsigával, azt hozd a fenőkövet, azt megfenjük a izét, megfenjük az élét. Nem, bazd meg, a gépet szét se kell szedni. Megáll, pittyen egyet, és akkor ő, mit tudom is, egy másfél percig belülről bazd meg automatikusan megélezi a vágókéseket. És azt mondja a csávó, mert hogy ez nem csak ilyen szarságok, hogy mész a mezőn azt a szénát, meg a szalma, vagy tököm tudja mi a neve, ezeket lekasszálja, hanem erdőben használják ezeket, hogy leírtják a faszomba, lerédelik az erdőt. És ott azért nem ritka, hogy mondjuk egy világháborús bomba van. Tehát azt mondja, hogy ezek a traktorok alulról olyan fenéklemeze van, mint a, hát nem mint a harckocsiknak, de meg van erősítve lemezzel. Tehát azt mondja, hogy neki is robbant föl alatta már valami gyalogsági, mi ez a, tudod, amit így, nem gránát, hanem taposóakna. Nem taposóakna, tudod, amit így lőnek, aztán odaesik, és akkor nagy kráter csinál. Mindegy, valamilyen bomba. Tehát azt mondja, hogy alatta is 45 fokba csőbő, belejtik, igen, és igen, kijön. Igen, azaz. Igen. Na, most már így tudjuk. Tudom, nem jut a szemben. Igen. És mondta, hogy tehát ilyen védelem. Aknavető, baszki, azaz. Aknavető. Tehát aknára futott, fölrobbant alatta. Hát azt mondja, hogy senkinek nem kívánja, meg utána ő mondta, hogy nem szeretne nagyon erdőben már dolgozni. Jobb neki a mező. De hogy ilyenre is fölkészítik ezeket? Hát ez űrtudomány, bazd meg. Félelmetes. És Krisztián, erről mi a véleményed? Azt, hogy nekem el kell indulnom idő előtt, srácok. Annyira belemelegedtetek itt a kombájnolásba, és nekünk Ingával rohannunk kell, és nem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig meregetjük a témákat ma. Egy témám barátunk van még, azt megvárod-e, vagy mész? Az a baj, hogy nagyon kéne mennem, mert hogy oda kéne érnünk, egy jó barátunk párja egy évre kimegy Indonéziába, és most van a búcsú partia. Jó, ne mosakodjál, tehát késtél 50 percet, és előbb mész el. Jó van, Krisztián, köszönjük. 15 percet késtem csak, a többi az a cica volt, aki elrakta. Oké. Jó, akkor köszönj el szépen mindenkitől, és mi is tőled. Szevasz, Krisztián. Jó, srácok. Szuper, jó kombányolás. Szia, Krisztián. Szevasz. Hello. Köszi. Hello. Na, ezt jó kitárgyaltuk, még egy témám volna. Ezt jó kitárgyaltuk. Egyébként. Vezesd elő. Volt már ilyen, és pont velem kapcsolatban belefutottam egy flipperbe, és most nem a delfinre gondolok, hanem arra a jelenségre, mikor valaki megvesz valamit, mondjuk egy nehezen hozzáférhető, nehezen elérhető, piacon nem levő modot, kazánt, anyám kínját, és így visszakanyarodunk az elcigi világába. És mivel tudja, hogy ez baromi nehezen hozzáférhető és drága, ezért van olyan ember, aki megadja ennek az x-szeresét, csak hogy neki legyen, ne kelljen rá várni. Én is voltam ilyen esetben, pár ezer forinttal többért rakta föl, azon már csak röhögtem, és más nem csináltam. Hát csináltam csak, tehát nem ilyen, hogy oda mentem, a számon kértem, hanem csak mondtam neki, hogy hát ez volt az utolsó, amit tőlem vettél, meg az első. Hát ez volt az első és az utolsó, inkább így mondom. Tehát, hogy megveszi tőled. Igen, azért flipper, mert így forgatgatja a lóvét. Aha. Tehát megveszi tőled, és aztán fölteszi, eladja mondjuk valamit, megvesz tőled 40-ért, és fölteszi 45-ért. Nem használ dolog. És tudod, ez a, hát ha azonnal kell megveszem, akkor tulajdonképpen ennyit még megér. És van egy csoport, ahol ki is kelt a gyártó most erre, pont az Armornak a gyártója. Ő most csinált egy meha skunkert, és 5 darab volt összesen. Tehát valaki ennyire hülye tényleg, hogy 5 darab van be. Tehát nagyon nem nehéz beazonosítani, hogy ki az, aki flipperkedik, és valami bődületes összegért rakta föl, és jutott vissza a fülébe, és akkor tiltás azonnal, és soha többet te nem fogsz az én csoportjaimba bejönni, és jött ott egy érdekes komment, amivel szegről-végről egyet is tudok érteni, mert ott mondták, hogy hú, milyen tróger, milyen köcsög, meg az anyám kínja. Én is láttam most a Finával kapcsolatban, hogy hány ember volt az, aki az autóját rakta föl, meg hány ember volt az, aki az 5000 forintos jegyet 160 ezerért vette meg. Amire van felvevő piac, azt annyira fogják. Tehát ez ilyen
hogy mondják ezt, közgazdasági tézis. Tehát, hogyha nem lenne a felvevő piacnak ereje, akkor nem lenne annyi. Igen, csak mi mindig azt felejtjük el, és most tényleg senki ne sértődjön meg ránk, mi öregek, akik mondjuk ennek a sztorinak tényleg a legelején kezdtek el, és most ha Blacky itt lenne, akkor így bólogatna. Tehát akik ennek a sztorinak a legelején kezdtek el elcigarettázni, és mondjuk még egy ilyen, nem is tudom, még az ego előtti korszakot is ismerték, meg a vatelinos, csöpögtetős, utántölthető ilyen műanyag kapszulás szarokat, hogy annak idején ez egy pici közösség volt, nagyon-nagyon egymásra utalva, egymás segítése volt igazából a cél, és ez a cél, senki ne értsen félre, nem veszett ki, csak azzal, hogy így bővült a társaság, nyilván mindenféle típusú, mentalitású ember bekerül ebbe a körbe, és hát vannak ezek a jó érzékkel megáldott emberkék, tudod, akik matekból kettesek voltak, és úgy keresnek pénzt, hogy vesznek valamit egy dolláré, kettői eladják, és ez a szerény 1% az ő hasznuk. Tehát egy dollár. Én is azt gondolom, igen. Nem 1%? Nem, hát ez volt a tehát nem rosszul, tehát én marha jól mondtam, ez egy vicc volt annak idején, hogy te mondd már, matematikában mindig szar dolgozatokat írt, hogy lettél-e kereskedő, és akkor mondta a srác, hogy hát kurva egyszerű, azt mondja, hát veszek valamit egy dollárért, eladom kettő, és az a szerény 1% az én hasznom. Na. Na de erre jött komment. Ja, bocsánat, mondjad? És hogy ez a probléma, vagy ez, amit el kell fogadnunk, hogy most már tényleg a társadalmi keresztmetszetből mindenki van, mindenféle ember van, aki elcigizik. Tehát nem csak azok, akiket érdekel a technika, akik segítőkészek, önzetlenek, sálala, hanem bizony azok az emberek is, akik meg ennek az üzleti részét látják igazán az óruk előtt, és nem a szenvedélyt. Igen? Azt akartam mondani hirtelen, hogy jött azért ott komment, amivel valamilyen szinten egyet is tudok érteni, hogy akkor, amikor a csoportban mondjuk egy képet meglátsz, hogy fú, de jól néz ki, az rákívánsz a dologra, és akkor utána benyögik, hogy 5 darab, de közben látod, tehát amit mondtam neked mindig, hogy náluk nagyon élesen észre lehet venni ezt a mesterségesen gerjesztett hiánygazdaságot. És amiről beszélt a Todd pont a Dwarf kapcsán, hogy jó, de nem olyan drága, meg nem olyan a izé, meg végül is bárki megveheti, hát biztos szar. Tehát érted, valamit nem lehet kapni, meg akkor ez fölnyomja az árát is, akkor az már biztos jó. És olyan képeket is rakott föl, hogy ugye, ahogy a megmunkáló gépek előtt vannak összekészítve a cuccok, és volt ott vagy mint 40-50 darab. Érted? Tehát van, csak nem rakja ki. És akkor valaki mondta neki, hogy hát talán, hogyha nem lenne ekkora hiány belőle, hanem normálisan lehetne vásárolni és értékesítenétek, akkor ez az egészet okafogyottá tenni, mert aki akarna venni, az hozzá tudna jutni emberi áron, vagy tehát annyira, mennyire adjátok, és akkor nem ez lenne, hogy hát 5 darab van belőle, és abból egy a tied lehet, hú, azért bármit megadok. És akkor úgy ment a kussolás, de kurvára igaza volt a gyereknek, szerintem. Hát de miért kell egyáltalán 5 darab? Tehát érted, ha valaki gyárt, tehát te láttál már olyan módgyártót, aki gyárt, és 5 darabot gyárt le valamiből? Hát láttam én kevesebbet is, de na, értem, hogy mire akarsz kiukadni, ezért mondtam, tehát mesterségesen generálja ezt a hiánygazdaságot, csak hát most visszanyalt a fagyi. Sőt, rosszabbat mondok, mert te is gyártottál modot. Igen. És amikor te tervezted, biztos, hogy nem 5 darabra tervezted
a gyártási költséget. Igen. Érted? Hát ez annyira evidens, hogy nem öt darabot gyártok le valamiből, de akkor, ha öt darab, akkor mindegyiket én köszörűgettem ki, meg tehát az más ember kezében nem jár, de nyilván nem erről szól a történet. Szerintem kanyarodjunk át a kép megjelenítés világába, és beszéljünk egy picit a filmekről. Van neked felrakva a saját sztorid? Igen. Az egyik az konkrétan, tehát hiába sorozat a rovatnak a címe, az egy film lenne, mégpedig az IT nevezetű, és nem az IT, hanem a klasszikus IT. Tehát mondhatnánk aznak. Abszolút nem mond nekem semmit, Charlie. Nem? Nem. Fejtsd ki bővebben. Akkor annyit mondok neked, hogy Stephen King, bohóc, csatorna. A trailerét láttam. Te hülye. Hát, és ez a trailer magyarul, ez lófasz, de egyébként valóban, tehát összefosod, csokizod, szarod magad. Mindenképpen megnézős. Gyűlölöm a bohócokat egyébként. Na, hát én cirkuszba gyerekkoromban se szerettem járni. Kedvenc kommentjeim voltak egyébként a bejegyzés alatt, hogy ezért félnek annyian a bohócoktól, és akkor valaki fölvilágosította, figyelj már egy picit, segítek neked, mert ez Stephen King remake, tehát ez körülbelül 20 éve elkészült már ebből a film, és még előtte írta meg, tehát most erre takarózni, vagy erre fogni, hogy most azért a gyerekek, meg egyébként is, a gyerek az ne nézze horrorfilmet. Tehát ez felnőtteknek készült, de valóban, tehát a bohócokkal szemben nekem is van egy ilyen averzióm. Tehát én a McDonald's bohócot azt konkrétan rémisztőnek ütni. Tartom. Ütni még a mentőben is. Sárga hajába, érted? Ez borzasztó. Borzasztó. Szóval én azt javasolnám mindenkinek, illetve még egy van, ami nekem képben van, elindult a Last Ship-nek a negyedik évadja, amit a magyarok... Várja, a Last Ship az a hajó? Igen. Amelyik hát van valami világméretű járvány, igen, és egy gyógyszertő, annak nem lett vége? Nem. Nem, hát az volt abból, az utolsó rész én abból hogy... végignéztem valamennyit, nem tudom, lehet, hogy kettőt, háromat, már fogalmam sincs, már mint egy szériát, és én ott nyugodtam meg, hogy odaértek a gyógyszerre, nem tudom igen, én hova. Igen. És... odaértek a gyógyszerre, és akkor a kapitány, akiből közben valami vezér anyám kínja lett, az leballagott a hídról. Nem féltek egyébként sose hozzányúlni a mainstream karakterekhez, tehát itt gond nélkül kinyírták egyébként az első évad egyik főszereplőjét, a dokinőt, és akkor így ilyen partvonalra állítják. Biztos össze fog valahol érni majd egyszerre a szál, de hogy most Görögországban bazd meg él egy faszom tudja milyen kis faluban, és hogy most az a csavar benne, hogy ugye az emberek, oké, ez már le van tudva, túl van játszva, ez három évad elment ezzel, hogy az emberek, van, de most ez mutálódott, vagy ez valami más vírus, vagy a tököm tudja, és most a növényekre. Tehát most már az intrója is az, hogy a csávó megy, a kukorica mező szélén így tud letépi a csuhét, és akkor alatta, mintha véres lenne a kukorica. És hogy van valami növény, tehát mondjuk az almára nem... Tehát vannak olyanok, tehát tudod, csak amitől éhen nem dög lesz, tehát a rizs, a kukorica, a gabonafélék, ezek kipusztulnak a picsába, és hogy de találtak valamit valahol, valami afrikai mag, vagy tököm tudja, ami rezisztens, és hogy ez milyen jó lenne, de ez valami fekete kereskedelemben van, és akkor ők majd oda mennek, mintha venni akarnának. És akkor indul a sztorinak a szája, meg hogy csak hogy Görögországban is, hogy verekednek azért, hogy ehessenek. Hát nem is ez zavart engem annyira, hanem az elbaszott sok. Tudod, mikor látod már egy sorozaton, hogy vannak be, tehát mikor nem annyi pénzből forog, mint amennyiből kéne, és látod, hogy hát ez a CGI azért még lehetett volna egy kicsit dolgozni rajta. Mikor látod, hogy felszáll a helikopter, de ez nem igazi helikopter. Szóval az egy kicsit úgy engem úgy melbe dob, meg mikor mondjuk fölrobban egy hajó, akkor a látványtechnika, a lángok, meg minden
az pont a másik oldalra ég, nem a kamera oldalán, és akkor robbanás, akkor arra fele a tűz, meg... Tehát tudod, amit olcsón meg lehet oldani. Hát amit a szomszéd gyerek gépe is le tud renderelni, azt megcsinálták. Nem, ezek tudod, ilyen igazi robbanások voltak, csak hogy hát azt nagyon nem kell megcsinálni. Másik oldalon csinálunk nagy... John, legyen nagy láng, meg az anyám kínje, és a többit azt így leszarjuk. Szóval ez egy kicsit fura nekem, meg kíváncsi vagyok, hogy mit lehet még kihozni abba, hogy eddig emberek, na most akkor jönnek a növények, hány évad van még ebben így benne. Úgyhogy körülbelül... Mondom, én konkrétan azt gondoltam, hogy vége. Ebben már nincs több ebbe. Igen, hogy ebben már nincs több ebbe a Last Ship-be. Azt miattad kezdtem el nézni, mert dicsérted meg, hogy jó, meg tényleg jó volt, meg izgalmas, meg mondjuk már én azt hittem 3x4-szer, hogy vége lesz, de nem lett vége, mindig fölkaptak valamit, meg mindig valaki keresztbe tett, meg ez nem is az igazi elnöknő, meg nem tudom, tehát na... De jó volt egyébként, meg tetszett, meg így bele tudtam magam élni az egésznek a világába. De hogy ebből még egy szériát kihozzanak, az nem tudom, lesz-e értelme egyáltalán. Érted? De a trónok harca, gyerekek. Nem láttam, az csak hallom. Zseniális. Mindenki, és most jön ugye jövő hét hétfőn az utolsó része ennek az évadnak, és megint egy évet várhatunk a befejezésre, ami még kevesebb rész lesz, tehát azt hiszem már az csak 6, viszont mindegyik rész egy órát meghaladó, tehát ilyen 80 percre tervezik azt a 6 részt. Úgyhogy mindenki, aki nem nézte meg, nézze meg. HBO Go-n fönt van. Igaz, hogy a hétfői premier előtt 3 nappal már fönn volt a neten. Szerencsésen kiszivárgott. Várj egy kicsit, bocsáss meg. Most nincs itt a Mujó, meg még kamerában is vagyunk. A kamerám kikapcsolom, és elszaladok 2 percre, jó? Mindjárt jövök, addig beszélj róla. Jó. És zseniális, gyakorlatilag a, nem tudom én, ez most a 6. rész, és az 5 bemelegítő rész után végre egy igazi akciódús, és tényleg nagyon látványos, és nagyon jó része rukkoltak ki. A másik filmsorozat, amit már szerintem egyébként így futólag említettünk, de most már újra megnéztem, az a Szolgálólány meséi, ami szintén az HBO Go kínálatában elérhető, meg még gondolom jó pár helyen. És most másodszorra nézve is félelmetesen jó a film, tehát senki ne akciófilmet várjon, senki ne egy ilyen hollywoodi szórakoztató filmre gondoljon. Ez egy nagyon-nagyon mély társadalom kritika, és ha valakinek ilyen kísérteties hasonlóságot érez bizonyos helyzetek és mondatok és a magyar valóság között, az nem véletlen, vagyis hát lehet, hogy véletlen, de ugye engem konkrétan padlóra küldött ez az egész dolog, és egyébként azokkal, akik megnézték a sorozatot, rettentő jót lehet beszélgetni erről a két párhuzamos valóságról, és hogy hova tud vezetni egyfajta közöny az emberek és a társadalom részéről, és hogy mennyire el tudnak szabadulni a dolgok, és milyen észrevétlenül. Úgyhogy akit egy picit is jobban vagy mélyebben érdekelnek az ilyen komolyabb témák, azok föltétlen kezdjék el nézni, vagy hát szerezzék meg a Szolgálólány meséit, mert egy szerintem az utóbbi idők egyik legelgondolkoztatóbb sorozata. És visszajött Charlie a kamerába is. Jó, hát ha nincs több sorozat, akkor igazából már csak a videót meg a kultúrát kéne megtöltenünk.
Jó, én megtöltöm a videót is, meg a kultúrát is, és akkor már nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk tőletek. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és hogy hallgatatok minket. Mennyi időn át, Charlie? 1 óra 39 perc, 160. adás, a végén mújó nélkül. Köszönjük szépen, egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!